Szinte tökéletes magyarsággal üdvözölték stábunkat a cserediákok, 36-an vannak, a legtöbben Dél-Amerikából érkeztek, de van, aki Japánból jött hozzánk. Egy évet töltenek el különböző magyar városokban, ahol családoknál élnek. Az egy év célja a Rotary ezt úgy fogalmazza meg, hogy a diákcsere program lényege a kultúrák közötti hidak építése, amit a Rotary a gyerekek esetében minél korábbra próbál tolni, hogy ezek a gyerekek minél korábban szembesüljenek idegen kultúrákkal. A csoport vasárnap érkezett Szolnokra, délelőtt a magyar nyelvet tanulják, délután pedig felfedezik a várost, és kirándulás is szerepel a programban. Nagyjából fél éve tanulják nyelvünket, és többen igen-igen jól beszélik már. Szeretem Magyarországon, és Budapesten nagyon történni, nagyon szép, és nyelv kérhez, de most az nagyon jó. Magyarország kaja, ez nagyon finom, nagyon finom. A magyar étel többeket elcsábított. A lángost, ez nagyon finom. Rebeka Szolnokon él, nagyon tetszik neki a város és a magyar szokások is. Nagyon szeretek Szolnokon élni, és Magyarországon is. Ez a nagyon szép ország szerintem, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. A diákok a héten még ellátogatnak a reptárba, valamint farsangi mulatságot is szerveznek.